Nagy szeretettel köszöntöm a kedves szülőket és benneteket, nagycsoportos óvodások, kedves leendő elsősök. Két héttel ezelőtt már reményeim szerint sokakkal találkoztunk, de azok számára, akik mai alkalommal vannak először velünk, szeretnék bemutatkozni. Kükedi Józsefné Marian néni vagyok, az alsó tagozat igazgató helyettese. Az elmúlt alkalommal online beiskolázási tájékoztatónkon elsősorban az Orsolya iskolával, az iskolai élettel ismerkedhettek meg. A mai alkalommal azonban elsősorban a gyerekek számára szeretnénk programot kínálni. Tanítónénieink, illetve az ő jelenlegi tanítványaik, a negyedikesek már nagyon várják, hogy találkozhassanak veletek, kedves gyerekek. Kati néni mesélni, énekelni fog a tanítványaival számotokra, illetve egy kis meglepetéssel is készültek nektek. Juli néni a számok birodalmába vezet el benneteket, Adri nénivel pedig lehetőségetek lesz egy kis közös barkácsolásra. Érezzétek jól magatokat a mai délutánon, figyeljetek nagyon, jó szórakozást kívánok! Szeretettel köszöntelek benneteket! Meghívlak benneteket az iskolába, hogy betekintsetek a gyerekek iskolai életébe. Hívjuk be őket! Gyertek, kis katicáim, foglaljatok helyet! Egy időutazásra hívunk benneteket. Közel 150 évig Magyarország nagy részét a törökök uralták. Nagyon sok emléket hagytak maguk után, jót és rosszat is. Ha szüleitekkel jártok az országban, biztosan felfigyeltetek ezekre a különleges épületekre, amelyeket a törökök építettek. Egy részük a vallási életükhöz tartozott, a másik részük pedig a hétköznapjaikkal szolgáltak ki. Ki az, aki ráismer valamelyikre? A Pécsi Dzsámira. A Pécsi Dzsámira, ami egy vallási épület. Aztán még? A középső az a minaret. Ez egy minaret, nagyon érdekes. 5 ilyen minaret van az országban. Egy fürdőt láttok, nagyon szerettek fürdőbe járni. Temetkezési sírhelyük a következő, és egy ivókút. Érdekes, szép épületek. Megmutatkozik az itt létük dalainkban is. Hallgassunk meg egy ilyet. Gólya, gólya, gilice, mitől véres a lábad? Törő gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja. Síkkal, dobbal, nádi legerűvel. Köszönöm szépen, foglaljatok helyet. Nyelvünkben is fennmaradt a török eredetű szava. Légy szíves, fordítsátok fel a kártyátokat. Játszunk egyet. Ki lesz a kezdő? Kinél van a borsó? Nálam van a borsó, kinél van a gyűrű. Nálam van a gyűrű, kinél van a gyertya. Nálam van a gyertya, kinél van a szék. Nálam van a szék, kinél van a korsó. Nálam van a korsó, kinél van a seprű. Nálam van a seprű, kinél van a körte. Nálam van a körte, kinél van a disznó. Nálam van a disznó, kinél van a sajt. Nálam van a sajt, kinél van az orvos. Nálam van az orvos, kinél van a tő. Nálam van a tő, kinél van a kecske. Nálam van a kecske, kinél van a szőlő. Nálam van a szőlő, kinél van a tyúk. Nálam van a tyúk, kinél van a bika. Nálam van a bika. Köszönöm szépen. Csak úgy fejből emlékezzünk vissza szavakra, amelyek török eredetűek. Török. Gyertya. Kecske. Alma. Korsó. Kevin. Saj. Köszönöm szépen. Szeretnél? Igen. Ügyesek vagytok. Ha már csak ennyit megjegyeztek, az is nagyon jó lesz. Maradtak olyan ételeink is,
amelyeket a törökök hoztak ide Magyarországra, és azóta is szívesen fogyasztjuk őket. A kávézás. Például igen. A kávézás szokás a török eredet. A dürüm. A dürüm, ki az, aki szereti? Még ma is esszük, igaz? Úgy van, nagyon jó. De egy finom édességet is itt hagytak emlékül, a török méze. Mondjuk el a mondókát. Ide néz, török méz, fel, cukor fele méz. Aki vásárba jár, feltétlenül vásároljon, vegyen, kóstolja meg a török mézet. Természetesen a magyarok mindig szerettek volna túljárni a törökök eszén, megviccelni őket. Most egy testvér pár fog következni, Ágoston és Simon, akik egy nagyon szép mesét mondanak el nekünk. Tessék, álljatok ide! Láthatjátok, hogy Simon egy nagyon szép török mellényben van, és az elmaradhatatlan ruhadara a turbán és a fejére kerül, ami minden töröknek jellemzője volt. Móri Zsigmond a török és a tehenek. Volt egy török mehemet, sose látott tehenet. Nem is tudta mehemet, milyenek a tehenek. Egyszer aztán mehemet, lát egy csomó tehenet. Én vagyok a mehemet, mi vagyunk a tehenek. Csodálkozik mehemet, ilyenek a tehenek, számlálatja mehenek, hány félék a tehenek, meg is számol mehenek, háromféle tehenek, fehéret, feketét, tarkát, meg ne fogd a tehén farkát, nem tudta ezt mehenek, s felrúgták a tehenek. Simon, ne veheted aztán a turpát magadról. Készítünk egy bábjátékkal is, amelynek a címe a kiskakas gyémánt félkrajcárja. A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kiskakasa. Csak ott keresgélt, csak ott kapirgált a kiskakas a szeméten, egyszer találná egy gyémánt félkrajcárt. Arra megy a török császár. Meglátja a kiskakasnál a gyémánt rajcárt, azt mondja neki. Kiskakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat. Nem adom vizén, kell a gazdasszonyomnak. De a török császár erővel is elvette tőle, hazavitte, betette a kincses kamrájába. A kiskakas megharagudott, felszállott a kerítés tetejére, elkezdett kiabálni. Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. Megharagudott erre a török császár, csak hogy ne hallja, bement a házba, de akkor meg on, a kiskakas az ablakába repült. Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. Megharagudott erre a török császár. Erek, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele a kútba, hogy ne kiabáljon többet. A szolgáló megfogta, kútba vetette, de a kiskakas csak elkezdi a kútban. Szídd fel vegyem a sok vizet, szídd fel vegyem a sok vizet. Arra a begye mind felszívta a vizet. A kiskakas megint felszállott a török császár ablakába. Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. Megint azt mondja erre a török császár a szolgálónak. Erek, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele az égő kemencébe, hogy ne kiabáljon többet. A szolgáló megint megfogta a kiskakast, s az égő kemencébe vetette, de a kiskakas megint csak elkezdi. Ereszd ki vegyem a sok vizet, hadd oltsa el a tüzet. Ereszd ki vegyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet. Erre a begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott az ablakba. Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. Még nagyobb méregbe jött erre a török császár. Erek, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele a méhkasba, hadd csípjék olyan a darazsa. A szolgáló belevetette a kiskakast a méhkasba. Ott megint elkezdi a kiskakas. Szídd fel vegyem a sok vizet. Szídd fel vegyem a sok darást. Szídd fel vegyem a sok darást. Arra a vegyem mind feszítte a darást. Akkor megint felszállott a császár ablakába. Kukuri.
császár, add vissza a gyémánt félkarcára. Már a török császár nem tudta, mit csináljon vele. Erej, te szolgáló, hozd ide azt a kis kakast, hadd tegyem ide a bő bugyogom fenekébe. Megfogja a szolgáló a kis kakast, és a török császár beteszi a bő bugyogója fenekébe. Akkor a kis kakas újra csak elkezdi. Ereszd ki, begyem a sódarást! Ereszd ki, begyem a sódarást! A begyem mind kieresztette a darást, azok jól megcsípkedték a török császár farát. Jaj, jaj, frány, menje meg ezt a kis kakat! Vigyék te gyorsan a kincses kamrába, hadd keresse meg a maga gyémán fejkrajcáját! Bevitték a kis kakast a kincses kamrába, ott megint elkezdi a maga nótáját. Szíd fel, vegyem a sok pénzt! Szíd fel, vegyem a sok pénzt! Erre a begyem mind feszítte a török császár 3K pénzét. A kiskakas hazament, odaadta a gazdaszonyának, gazdag asszony lett belőle. Máig is élnek, ha meg nem haltak. Megtapsoljuk őket, ha megtapsoljuk. Biztosan te is szeretnél török császárt rajzolni. Tanuld meg velünk együtt, a mondókát is, és a rajzot is. Pont, pont, veszőcske, készen van a fejecske, rövid nyaka, nagy a hasa, készen van a török vasa. Mutassuk meg a gyerekeknek, milyen rajzoltunk. Jó, lerakhatod, köszönöm. Végezetül egy játékra hívunk benneteket. Álljatok fel ti is, énekeljétek, és táncoljátok velünk együtt. Katalinka szájjel, jönnek a törökök, sós kútba tesznek, onnan is kivesznek, kerék alá tesznek, onnan is kivesznek. Sziasztok, kedves omisok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek, Júlia néni vagyok, a negyedik bésekkel, és veletek szeretnék egy jót számolni. Először egy dalt fogunk énekelni a számolásról, ha ismeritek, énekeljétek velünk, ha nem, tanuljátok meg számolás közben. A refrén így szól. Egy mancs, két mancs, nem kell ide más, számolj velünk, kis hajtás. Egy mancs, két mancs, nem kell ide más, számolj velünk, kis hajtás. Én vagyok a kisegy, számok közt a legkisebb. Egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Én vagyok
számolni, és kerek tízeseknél, 10-nél és 20-nál pörgünk is egyet. 10 számoljatok velünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Visszafelé is jön a taps. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tudjátok-e, hogy az űrhajókat úgy lövik ki a világűrbe, hogy visszaszámolnak? Mi is számoljunk vissza, dugoljunk le, érjük el a holdat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Szerintem eljutottunk a holdra, de menjünk el a Marsra is. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nagyon ügyesek voltatok. Tudom, hogy ott a képernyő előtt is sikerült visszafelé számolni. A következő játékunkhoz hangszereket vesznek a gyerekek a kezükbe. Csináljuk. Ti is csináljátok otthon. Kezdhetek. Tapsoljuk. Húzzátok meg annyiszor a mellettetek álló fülét, amelyet a dobókockának. Anyáig is meg szabad ám húzni.
Hallgassátok meg a mellettetek álló fejét, a hányszor, amennyit a dobókocka mutat. Köszönöm szépen, ügyesek voltatok ebben a játékban is. Még egy játékot hoztunk neked, a labdásat, nektek a labdás játékot. A labdát fogom dobni, és mondom, hogy mi lesz a feladat annak, akinek dobom a labdát. Csak ő egyedül csinálja. Ti otthon minden feladatot végezzetek el. Jó lenne, ha elkapnák. Te kaptad el teljes közöttet. Azt mondja, hogy például háromszor légy szíves, ugorjál termezbe és vissza. Jó, egy kicsit én többnek számoltam, de nem baj. Következő, azt már a Blanka fogja mondani, mi legyen a feladata. Forrolni négyszer meg. Számoljuk, gyerekek! Két hét múlva újra találkozunk, akkor énekelni fogunk. És tudjátok, egy mancs, két mancs, nem kell ide más, számolj velünk, kisfajtás. Egy mancs, két mancs, nem kell ide más, számolj velünk, kisfajtás. Sziasztok! Sajnos élőben személyesen nem találkozhatunk, de reméljük, hogy erre is mielőbb sor kerül. Megkérem a negyedikeseimet, akik már látjátok milyen nagyok, és nagyon-nagyon ügyesen dolgoznak, hogy mondják el a keresztnevüket. Anna. Eszter vagyok. Borni vagyok. Ambrus vagyok. Péter vagyok. Eszti vagyok. Magda. Lica vagyok. Veronika vagyok. Melanie vagyok. Köszönöm szépen, most, hogy megismertétek őket, megkérem, hogy csücsenjenek le. Biztosan nálatok is megvolt már az órában a farsang. Képzeljétek, nálunk múlt héten pénteken volt és felneteg este sikerült. Nagyon jól szórakoztunk, nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon sok ötletes jelmez volt, ötletes jelmezek születtek, beöltöztünk, és tényleg jókat játszottunk és mókáztunk. Ennek kapcsán biztosan sokan öltöztetek bohócnak, igaz? Biztosan, biztos vagyok benne, vagy egyéb más ötletes jelmezt készítettetek szüleitekkel együtt természetesen. A mai alkalommal szeretném, ha együtt barkácsolnánk, meg is mutatom, hogy mi. Maga ide felrakta nekünk ezt a kis bohóc fejet, amely boldogan, vidáman mosolyog. Ti is próbáljatok mosolyogni a negyedikesek is. Nyugodtan ki lehet a fogacska, szép fogacska.
Ezt fogjuk elkészíteni. Az első kérésem az lenne, hogy szaladjatok ki a konyhába, és keressetek egy műanyag tányért. Mutassuk meg, nevedikesek, hogy körülbelül mi erre is gondoltunk. Egy műanyaglapos tányér biztos találsz otthon a konyhaszekrényben. Szuper, megtaláltad, nagyon jó, nagyon jó. Ha ez megvolt, szükségünk lesz még színes lapokra, amit mi már elő is készítettünk, de neked ilyen szép nagy színes lapokat kell majd elővenned a szekrényből, Anya segítségével, a só segítségével, ezt is megvárjuk. És természetesen a bogóc fejéhez egy szép nagy fehér, vagy valamilyen halványabb színű lapra is, egy egész lapra. Szuper, megtaláltatok mindent, jaj, de jó, nagyon örülök. Kell még filctól, olló és ragasztó. Ezt is megvárjuk, ugye mi könnyen vagyunk, mert már előkészültünk. Rendes negyedikesek, nagyok már okosan előkészülnek. Minden megvan. Olló, ragasztó, filctól, színes is van esetleg, ha szükséged lesz rá, valamint szép színes lapok és fehér lapok. Az első feladatod az lesz, hogy ezt a szép színes, vagy bármilyen színű műanyag tányért körbe rajzolt egy nagy lapon. Már is a negyedikeseket is megkérem, hogy rajzolják körbe. Természetesen lehet ceruzával is, de ha csak filcet vittél oda, az is megfelel. Nagyon jó. Milyen formákat kaptunk? Kérdezem Péter. Kör. Bizony, kör. Mi sokat foglalkoztunk idén vele. Úgyhogy egy kör formát kaptunk. Mutassuk is meg valamit. Most mutassák oda az újusoknak. Nagyon szépek. Biztos vagyok benne, hogy ti is ilyen szépeket rajzoltatok. Ügyesek voltatok. Ha ez megvan, ki is láthatjátok körbe. Jó, az ollóval óvatosan kell bánni, nehogy a gyújjaskátok vagy a körmöcske is bánja. Nagyon szépen, pontosan. Ügyesen. Természetesen olyan szemet tudsz rajzolni neki, amilyet szeretnél. Milyen fogtok rajzolni például magadnak? Hát, sima fekete körszemet. Sima fekete körszemet. Más ötlet valakinek? Velem? Háromszög. Háromszög alakú. Nagyon jó. Annak. Bóci szem. Jaj, de jó, ciki lesz. Gomb. Gombszem. X-szem. Lehet bizony egy ilyen kis X-ecskét is rajzolni. Rajzold meg a szemeit. Ugye ide a felső részbe. Rajzold meg a szemeit. Azt is lehet, hogy először ceruzával, és utána pedig filccel át tudod húzni. Mutassa a belje. Nagyon jó. Szuper. Aki szeretne szemöldököt is rajzolhat neki, de az természetesen nem kötelező. Szuper. Megvannak a szemed. Azaz, Luca is, mint mosolygó szemű lesz, úgy látom. Utána jöhet az orrocskája. Milyen színű szokott lenni az orra? Piros. Bizony piros, bizony piros. Többnyire a bohócoknak piros az orra. És az is milyen formájú lesz, Péter? Kereszt. Bizony egy körforma. Többnyire. De ezt is érezzük.
Nagyon jó. Eszterke, mi hiányzik még a bohócunkról? A szája. Mosolyogjunk egy nagyot. Mosolyogjunk mindenki, bizony. Következhet a szája. Mosolygós száj. Bizony, akár ki is dughatja a nyelvét, igaz? Harsankor sok bolondozás móka megengedett. A nyelvek még ki is dughatja. Piroska esetleg is húzhatod, ha szeretnéd. Jó? Cikibó hócok lesznek, és mindegyik mosolyog, mindegyik vidám. Nagyon jó. És ha ide kacsintasz a bohócra, mi hiányozhat még esetleg? A nagy munkázásban megizzad, és ilyen kis milyen színű foltok? Piros, piros, rózsaszín, aki szeretne esetleg ceruzával vagy filccel, de természetesen ez nem kötelező, hanem elengedhetetlen a színes hajkorona, bizony. Azért hoztunk ilyen kis csíkokat, már megkönnyítettük a negyedikesek dolgát. Ti is kérjétek meg a szüleiteket, nagy tesót, hogy vágjanak ilyen szép kis színes csíkokat, amilyet szeretnétek, és meg fogom mutatni, hogy hogyan kell majd ezeket összeragasztani. Jó? Megvárjuk itt a negyedikeseket is, meg anyát is, tesót is, apát is, amíg elkészülnek a csíkok. Lesznek. Tehát a csíkokat, Vanusnak a kölcsönkére a ragasztóját, jó? Cseppekké kell formáznunk. Nagyon ügyesen az egyik végét beragasztózzuk, majd pedig összeillesztjük, és egy ilyen kis cseppformát kapunk. Ebből kell körülbelül 10-et elkészítenetek, jó? Mehet is. Tetszőleges színnel. Amilyen színű tetszik. Minél színesebb, annál jobb, igaz? Farsang a vidámságról szól. Nagyon jó. Én szép cseppecskék, Varnus nagyon ügyesen csinálja, belerakja a tálba. Lekészültek-e? Szuper, lila is lesz, jól van, helyes. Lila is lesz. Tetszőlegesen. Természetesen segíthetnek otthon apa, anya és a nagy tesó is, hogyha szeretnétek hajacskát készíteni, kis cseppformát. Nyolc 10 darabra lesz szükségünk körülbelül. Szerintem 9 is elég, igen. Ezt lehet is megvan.
ezek. És most mi fog következni? Eszter? Helyes, a ráragasztás méghozzá. Én hátra ragasztottam, mert úgy láttam jónak, de ha ti nagyon szeretnétek, esetleg ide előre a szélére is lehet a haját. Jó? Meg is mutatom, én ezt nevetem most. Megmutatom nektek, hogy ezt hogy néz ki, így hátulról. A szép, a cseppecskéknek az egyik felét be kell ragasztózni, és szép sorban haladni egymás mellé, kell őket felragasztani. És el is fog készülni a haja. Azaz, jó erősen nyomjad rá, nehogy lebutyogjon. És természetesen tetszőleges sorrendben, ahogy a színeket szeretnéd. Jó lesz, szép színes bogócok lesznek. És mosolygósak. Mint a legjobb rá kell nyomni bizony. Nem baj, hogy nincsen közte semmi baj. Itt is. Ide még egyet, ide még egyet. És ami maradt, mert Ambrusnak úgy látom maradt is, természetesen lehet nyakkendőt is készíteni belőle, hiszen a bohócok azért újassal járnak. Soknak van nyakkendője. Igaz, vagy valami? Sok volt nyakkendő, masni a nyakában. Nyakkendőt, a Balcs is meghagyta a nyakkendőt, ez szuper. Meg is mutatom a nyakkendőt. Készíteni. Jó. Van itt két cseppecske, és ezeket kell beragasztózni, és ide a száj rész alá ráragasztani. Jó? Hogy itt hátul is ráragasztani. Száj alá ráragasztani. És természetesen a nyakkendő is lehet fenne más, igaz? Egyedikesek el is készültek, bizonyára ti is hamarosan elkészültök. Lehet, ha szeretnél nyugni ezt, hogy így jó? Vagy rárajzolod még? Rárajzolod a nyelvet, tökéletes. Úgy látom, mindjárt elkészül Annácska is, és akkor megmutatjuk nektek. Ti is mutassátok a kamera felé, illetve a képernyő felé. Bizony, nagyon ügyesek voltatok, mi ezt tudjuk mindannyian, a negyedikesek is, hogy nagyon ügyesek készítettétek. Biztosan volt egy kis segítség, apa, anya, nagytesó, de ez így természetes. Melanie is elkészül, és akkor meg fogjuk mutatni nektek, mi mit készítettünk, mert a tiétek nagyon szuper lett. A negyedikesek is nagyon ügyesen dolgoztak. Legyetek kedvesek megmutatni, mert afelé, hogy miket készítettünk, és ugyanúgy mosolyogjunk, mint a bohócunk, bizony. Ugye mi is ügyesek voltunk? Bizony. Nagyon szép színeseket készítettünk.
Szeretettel várunk benneteket legközelebb is, remélem velünk tartotok, és reméljük, hogy mielőbb személyesen is találkozhatunk veletek. Sziasztok! Remélem, hogy nagyon jól éreztétek magatokat, és nem bántátok meg, hogy a mai délutánon velünk tartottatok. Ha kicsit elfáradtatok, az sem baj. Legközelebb, 2 hét múlva, március 9-én várunk benneteket szeretettel, amikor is a tanítónénikkel ugyanígy együtt tudtok játszani. Készüljetek, várunk benneteket!